Az őszi lehűléssel együtt megérkezett a meghűléses megbetegedések terjedése is. A levegő páratartalma lecsökkent, ilyenkor könnyebben kiszáradnak a nyálkahártyák. Ezen segíthetünk a megfelelő folyadékpótlással, egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozással, de fontos a megfelelő vitaminpótlás is. A hiánybetegségeknél egy megfelelően választott multivitamin készítmény használata az összes ásványi anyagot, illetve vitamin tudja pótolni, illetve különösen fontos lehet a D-vitamin pótlás, hiszen ilyenkor a kevesebb napfény miatt a szervezetünk kevesebb D-vitamin tud szintetizálni, illetve a meghűlés megelőzésére a C-vitamin pótlást kicsit erősebben folytatni. Ilyenkor 500 000 mg-ot nyugodtan lehet bevenni. Vannak már 1500 mg-os készítmények, egy betegség esetén nyugodtan lehet ezeket is választani. A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása a magas rostartalmuk miatt segíthet a megelőzésben, ahogy a réteges időjárásnak megfelelő öltözködés is. A jól szellőző, természetes anyagokból készült ruhák sokat segíthetnek, általuk elkerülhető az átizzadt, nyírkos ruha miatti áthűlés. Egy megfázás esetén ugye a vírusok okozzák, ez ellen nagyon nehéz védekezni, nincsenek olyan gyógyszerek, amikkel a kialakult betegséget gyorsan meg lehetne szüntetni, ezért a megfelelő higiénia alkalmazás, a gyakoribb kézmosás, itt nem is kell feltétlenül fertőtlenítőszerekre gondolni, egy sima szappan is ugyanúgy megfelelő, segíthet a betegség megelőzésében és terjedésében, szájmaszk használata, és ugyanúgy javíthat, hogy ne adjuk át másnak vagy magunkat, védjük, ugye ezek inkább a közösségekben szoktak gyakrabban előfordulni. A megfázás tünetei 2-3 napos lappangási idő után jelentkeznek. Ezek közül általában az orrfolyás az első, tehát ha ezt tapasztaljuk, már nem a megelőzésre, hanem a kezelésre kell koncentrálni.